A mai napig sok helyen él még az a mártonnapi hagyomány, miszerint a libasült előtt lámpionos felvonulást tartanak. Ennek a mártonnapi szokásnak az eredete Márton és a koldus találkozása. Ezt a hagyományt elevenítik fel már évek óta Dombóváron az Evangélikus Általános és Művészeti Iskolában is. Az iskola aulájában november 10-én együtt ünnepeltek kicsik és nagyok. Kulturális programok, kézműves vásár, táncház színesítette a napot. A főszerep mégis a lámpionos felvonulásé volt, amit a rossz idő miatt az iskolában rendeztek meg. November 11-e Márton napja, és iskolánk több mint 20 éves hagyományt ápol azzal, hogy a mártonnapi jeles napot vagy népi hagyományt azt mindig megünnepli. Az iskolának van egy német nemzetiségi tagozata, ennek keretében ápoljuk ezt a jeles napot és ezt a programot. Évről évre mindig megemlékezünk, táncházunk van, kis zsíros kenyérpartink, libatöpörtünk és lámpás felvonulásunk. Az idei évben úgy terveztük ezt az egészet, hogy nyitunk a város felé, mellénk állt a város vezetése, mellénk álltak óvodák, iskolák, és kinyitottuk ezt a rendezvényt a város számára. Vannak itt óvodai kis csoportosok, óvónénik, más általános iskolák, rengeteg szülő van ma, és hát úgy terveztük, hogy ez az iskola körüli rendezvény lesz. A művelődési ház előtt raktunk volna ki lámpionokból, keresztből egy igazi Luther rózsát, egy fényjátékkal, amit aztán a gyerekek és a vendégek állnak körbe, és ezt felülről fotóztuk volna. Ez egy nagyon szép látványkép lett volna. Sajnos az égiek ma nincsenek velünk, úgyhogy ezt az egész rendezvényt itt kell megrendeznünk az iskola keretein belül. Magyarországon a mártonnapi szokás felelevenítése leginkább a német nemzetiségű települések, iskolák, óvodák és egyházközösségek szervezésében történik. Ilyenkor a családok az utcákat járják a maguk készített lámpásokkal, miközben mártonnapi dalokat énekelnek.